A Paksi B közép lelkesedése töretlen volt végig a meccs folyamán, biztatásból nem volt hiány. A találkozó elején elhúzott a feketemezes Kecskemét, de fél időre visszajött a meccsbe az ASE, sőt a harmadik etapban jelentős előnyre is szert tettek az atomosok, de a kaotikus végjáték Paksi verességet hozott 80-76 arányban. Az ASE újdonsült litván légiósa Martinas Pacevicius 18 pontjával a paksiak legeredményesebbje volt. Egész héten ugye a gyors játékot gyakoroltuk, ennek ellenére sajnos az első negyedet azt elég rosszul kezdtük, aztán utána a második és harmadik negyedbe vissza tudtunk jönni, sőt ugye meg is tudtuk fordítani a mérkőzést, aztán itt a mérkőzés végén nem koncentráltunk eléggé, becsúsztak a hibák is, és tulajdonképpen kicsúszott a győzelem a kezünk közül. A kiesés ellen küzdő ASE ezzel a vereséggel tovább nehezítette helyzetét, Ján Pavlik a nehézségek ellenére mindenkit biztatásra és pozitív hozzá. Kér. Megint nem kezdtünk sajnos így, ahogy kellett volna, mert szerintem legnagyobb különbség volt 14 vagy 15 pont, ami megint sok mentális erő, meg fizikális erő igényel, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Ez ismétlődik, úgyhogy ez, ahogy mondtam, Szegeden is ez a legnagyobb problémánk, és ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor nagyon nehéz lesz. És természetesen az utolsó negyed, amikor kaptunk 31 pontot, és leginkább a végén, amikor egy-egy verekezésekből nehogy bedobták közvetlen kosarakat, hanem találtak egy üres helyzeteket, amiből ugye született kosár, és akkor 31 pontot kaptunk, amiről nem is kell beszélni, mert ugye ilyen kiki meccsen ez nagyon sok. Tényesvaló, hogy nagyon nagy gödörben vagyunk, és nagyon nehéz beszélni erről, hogy hogyan tovább, mi volt. Lehet érteni negatív megnyilvánulásokat, viszont most én szeretnék kérni mindenkit, aki ugye ehhez a csapathoz valahogy viszonyul. Legyen az pozitívan, legyen az negatívan, mert érthető, hogy mostanában az a negatív véleményből lehet, hogy több van. Most ilyen helyzetben vagyunk, amikor mindenkinek a pozitív hozzáállása szükségünk van. Nem csak erről beszélve, hogy csapaton belül próbáljuk megoldani vezetőség és a többi, hanem kívülről is próbáljuk minél jobban, minél többet támogatni a csapatot, mert én nagyon bízom benne, hogy sikerül majd megfordítani ezt a rossz sorozatot. Jelenleg sajnos nagyon lent vagyunk, és tényleg szeretnék mindenkit megkérni, hogy próbáljunk pozitív lenni ilyen nehéz helyzetben.